fesztiválról beszélünk, de mégiscsak egy közlekedésbiztonsági rendezvényről van szó, és ezzel a közlekedésbiztonsági rendezvénnyel hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy tudatosítsuk a motorosokba, illetőleg ismételten és ismételten felhívjuk a figyelmüket a motoros társadalomnak arra, hogy milyen veszélyes számukra a közúti közlekedés. Akár képzett motorosokról van szó, akár kevésbé képzett motorosokról van szó. A rendezvény az Balmazújváros város támogatásával, illetőleg hát az általam vezetett Koroknai Autós Iskola megvalósításában kerül megrendezésre, és mivel mi az alapképzésben már tevékenyen részt veszünk, nagyon sok motorost küldünk ki az útra, képezünk ki, ezért szívügyünknek tartjuk azt, hogy a résztvevők azok ismételt tudást kapjanak, ismételt figyelemfelhívást kapjanak, mind elméleti, mind gyakorlati területeken. Én szeretném önöknek lepörgetni azt, hogy hogyan fog ez a rendezvény megvalósulni. Egy motoros képzési és közlekedésbiztonsági konferenciát szervezünk. Ezt már második alkalommal tesszük. Hatodik a fesztivál, második a konferencia. Két évvel ezelőtt már az ország szakembereivel, itt gondolok elsősorban szakoktatókra, vizsgabiztosokra, képzésfelügyelőkre, akik közvetlen részt vesznek az alapképzésben és a továbbképzésben, az ő részvételükkel és kievelt területeket megjelölve különböző szakemberek előadásában hallhatnak majd előadásokat. Az idén Hajdúnánás lesz az a város, ahova el fogunk motorozni, ahol szeretettel várnak bennünket. Ezekre a motorozásokra már 15 órakor elkezdünk gyülekezni, néhány kiegészítő program, koncert ilyenkor már a színpadon is bonyolódik, csalogatjuk a Balmazújvárosra akart, csalogatjuk a Balmazújvárosra érkezőket, kiváltképp a motorral érkező motoros társainkat, és 16 órakor indulunk el Hajdúnánásra, csoportos motorozás keretében. Hát ilyenkor változó az időjárástól, meg egyéb más külső tényezőtől, azért 150 és 300 motoros közé tehető már a résztvevőknek a száma, tehát ez egy igen impozáns és látványos felvonulás szokott lenni. Amit szeretnék is hangsúlyozni, hogy motorozunk végig. Tehát ez nem a hagyományos, a köztudatban lévő motoros találkozó, hanem egy olyan találkozó, ahol rengeteget szerepel a technika. Tehát rengetegszer ülünk motorra, együtt motorozunk, nyilván a motorosok olyanok, ha jó idő van, akkor meg is szellőztetik magukat, tehát önállóan is elmennek. Magyarul arról szól, hogy igen, motorozunk, és tanuljunk meg akár csoportban is motorozni.